Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és újra Titanfall. Emlékeztek még arra a játékra, ahol levihásoztak? Na ez a rögtön követő játék, utána követő játék volt. Írt valaki, hogy írt valamit, én egy kis helytelen angolra válaszoltam, de nem baj, legalábbis csak nyelvtanima volt, úgyhogy ne kössetek bele nagyon. De, amit látjátok a címet, azért játék dicséreteiről fogunk beszélni, és miért ilyen nagyszerű játék ez a Titanfall ebből a szempontból. Nem tudom, mennyire figyeltek, ugye, hogy füleltek a játékra, tudom, hogy nem magyarul beszél, de éppen ezért is beszélek róla, mert angolul beszél, és hál' Istennek megértem, és nagyon jól esik. Mert a játék iszonyat jó dicséreteket tartalmaz. És hogyha egy kicsit fülelsz, akkor nagyon jól elkaphatod, és ugye a dicséret, mint olyan, nagyon jó érzéssel tölti el az embert, és ezáltal boostot adva nekik a játékhoz, vagy nekünk a játékhoz. Ez egy valóságban végzett fizikai, tudományos, pszichológiai kísérlet, nem kísérlet, létező dolog a pszichológiában, amit ugye sikeresen alkalmaznak játékokból, miszerint egyébként erre volt egy kísérlet is, ha szeretnétek, akkor egy másik videóban beszélhetek szóval erről egy másik videóban beszélhetek, hogy zajlott a kísérlet, de a kísérlet lényege az, miben jó egy játék, miben tud egy játék sikeres lenni, és mi az az elem, amitől egy játék minket odaköt a képernyőhöz? Várom a válaszokat, de még mielőtt ugye én is elmondom az enyémet ezekre kérdésekre. Egy játék attól tud sikeres lenni, egyrészt megvan a játék, játéknak van egy hangulata, a játéknak van egy jutalmazási rendszere, és van egy visszajelzési rendszere. A visszajelzési rendszer alatt értjük azt például, hogy dicséret, vagy elérted az 50. szintet, megcsináltad ezt a challenge-et, masszív mennyiségű pontot kapsz. A Titanfall-ban, mint együttesen ebben ez mind megvan, viszont a Titanfall-ban, mint mondjuk kevés játékban, vagyis egybe se talán manapság, van egy nagyon jó dolog, és az pedig a botok. Ha figyeled a botokat, aki tud angolul és képes figyelni a szövegre a játék mellett, a botok dicsérnek. Észrevettétek például, amikor elmész a botok mellett, akik küzdenek egy ellenséges bottal, és te lerugod őt, segítesz a baráti botnak, akkor az megköszönjük, thank you sir, it was so close, tehát köszönöm uram, nagyon közel volt ez. Meg elkezdődik a játék, ez a legepikebb dicséret, ami szerintem nagyon jó, és nagyon boostol, hogy jól játszak. Az pedig, hogy például azt mondja az egyik bot, hogy de jó, vannak velünk pilóták. Mire a másik bot, mire a másik bot megkérdezi, hogy igen, és mi olyan különleges rajtuk. És mire ugye kapja a választ, hogy hát csak figyel meg őket, egy teljesen másik szinten mozognak. Na most ezt így öcsém, persze, hát köszönöm, hát hogy ne mozognék teljesen másik szinten, viccesen, persze, ez az, hát ez én vagyok, hát igen, rólam beszél. És az azért másképp fordítja a játékot, ad egy hangulatot, ad egy pörgést, egy boostot. A másik meg ugye, a legdurvább dicséret továbbá, ugye, túl vagy már, megcsinálod a first strike-ot. Például a legtöbbször akkor szokták mondani, amikor az első ember te ölöd meg, a first kill te vagy a pályán, bejön a kis képernyőn a tag, és mondja, hogy you have talent, I give you that. Tehát van tehetséged, ezt megadom neked. Na hát, persze, hát hogy ne lenne, én vagyok. És ugye nem semmi egy feedback rendszeres, és ilyen, és ki mondja, ha van tehetséged, ezt megadom neked, vagy hogy fancy streak, még azt is beüldi, hogy nem semmi killstreaket hajtottál végre, és azért ez a játék nagyon dicsér téged minden mozdulatodért, és nem tudja semmi a kedvet szegni emiatt, mert hogy nagyon durva feedbacket kapsz, egy nagyon durva, intenzív visszajelzést kapsz, ami stimulál, és olyan placebót ad, hogy te vagy a legjobb, és az ad egy adrenalint, egy küzdés, úgyhogy srácok, lényeges szempont, hogy egy kicsit kezditek el fülelni,
a játék visszajelzéseire és dicséreteire. És tudom, hogy nem mindenki beszél jól angolul, azért is fordítom le. Például ugye a First Strike-nál, ha sokszor te ölöd az embert, akkor bemondja, hogy you've got talent, I give you that, van tehetséged, ezt megadom neked, vagy hogy fancy streak, mikor már a sokadik killstreaket csinálod, hogy nagyon jó killstreaket csináltál, vagy hogy you're dominating that pilot, ugye, hogy gyakorlatilag végig mentél azon a pilótán, meg ugye ez a kis konverzáció a botok között, hogy mi a különleges a pilótákban, hát csak figyeld, mert egy teljesen másik szinten vannak, és igen, az mind te vagy. Te vagy a gamer, rólad beszélnek, és nagyon durván jól eső érzés, hogy a játék dicsér, és nem csak, hogy úgy mondjam, nem csak placebo-ból dicsér, vagy úgy dicsér, mert hogy időnként be van rakva egy mechanizmus, és most dicsérnie kell a játéknak. Nem. Meg kell csináld azt a bizonyos first strike-ot, meg kell csináld azt a bizonyos 3-4 killstreak-et, hogy megkapd azt az adott dicséretet, és amikor megjön, ha-ha, hát hogy ne, hát rólam beszéltek, hát vicceljetek már, persze. És ez ad egy boostot. Úgyhogy nem semmi ez a játék ebből a szempontból, és közel-távol azért az idei év egyik legjobb befektetése volt abból a szórakoztatás szempontjából, és tulajdonképpen kompetitív játék szempontjából is, mert mind a kettőre ad ez a játék, úgyhogy ebből szempontból megint csak gratulálni tudok a Respawn Entertainmentnek, megint úgy gondolom, hogy képesek voltak egy olyan játékot hozni, ami tud lenni a kategóriás játék. Ezt a küzdelmet figyeltek az életemet? Így elbánni egy ogréval. Na, szóval azért megint csak képesek voltak egy olyan játékot csinálni, ami potenciálisan tud a játék lenni és kinőni. És imádkoznék, hogy egy kicsit lenyomja a Call of Duty és Battlefield által uralt terepet, mert kell egy ilyen játék. És mint első játék a Titanfall, én nagyon remélem, mert a Titanfall 2-t már bejelentették, és nagyon remélem, hogy nem fogják el kurvulni, nem fog úgy, mint a Call of Duty, de minden esetre ez a játék eddig üt, és mint mondom, ezek a dicséretek, hogy egy kicsit fülelsz, egy kicsit oda teszed magad a játék hevében, egy plusz extra ízt és boostot tud adni, így maximálisan ki tudod élvezni ezt a játékot. Ennyi lett volna, remélem tetszett a gameplay, és jó volt, jó sikerült, pozitívnak éltem meg, úgyhogy mindenképpen tetszik ez a játék, egy kicsit vissza tudja hozni belőlem azt a jobb játékost, hogy úgy mondjam, hogy igyekezzek egy kicsit jobb lenni, mert megkívánja, mert a játék hangulata ilyen tud lenni számomra, és úgy érzem, hogy minél többet játszok, annál jobb is tudok lenni, amellett, hogy dolgozom, barátom, stb. Köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok!